Első vendégem Koron Ferenc altábornagy vezérkari főnök. Jó estét kívánok! Kezdet csókolom, jó estét! Vadászgépekről, gripenekről fogunk beszélgetni most. Legutóbb a tévénézőknek talán onnan lehet emlékezetes ezeknek a repülőknek a bevetés, hogy ilyen Franciaországból induló eltévedt kis repülőgép csapatot szorítottak le a földre, ugye nem volt engedélyük a berepülésre ezeknek a sportrepülőknek vagy kis repülőknek. Összesen hány gripen vadászgépe van hazánknak? 14 darab Gripen típusú harcászati repülőgépe van a Magyar Honvédségnek, és nyilván a mi feladatunk a magyar légtér és a NATO légtérvédelme. Nyilván ez a kis repülőgépes sztori is ebből adódik, hiszen ezeket a repülőgépeket alkalmaztuk. Egy bizonyos régióban látják ezt a feladatot, vagy csak Magyarország légterének ellenőrzése a feladat? Tekintettel arra, hogy Magyarország légtere egyben NATO légtér, elsősorban Magyarország légterében, de Szlovénia légterében is, hiszen Szlovénia nem rendelkezik légierővel. Ugye legutóbb, amikor honvédelmi miniszter úr itt járt a stúdióban, akkor én azzal zártam vele a beszélgetést, hogy vannak olyan szakemberek, akik megkérdőjelezik ezeknek a Gripen vadászgépeknek a képességeit. Mire képesek valójában ezek a gépek? Tehát harcászati feladatokat is elláthatnak? Hadd cáfoljam meg ezeknek a kitűnő szakembereknek a véleményét. A Gripen egy negyedik generációs több célú harcászati repülőgép, alkalmas légi célok megsemmisítésére, földi célok precíziós megsemmisítésére, és hát alkalmas a szárazföldi csapatok támogatására úgy, hogy mindeközben akár légi utántöltéssel is végre tudja hajtani a feladatát. Többféle fegyverzettel rendelkezik, moduláris elrendezésbe, hihetetlen képességekkel, és azt gondolom, hogy a tegnap éjszaka véget ért hazatelepülő Gripenes csapat adta megfelelő választ erre, hiszen Svédországban hajtottak végre éles bombavetés, éles lövészettel gyakorlatot, amelyen 6 harci gép vett részt, és a pilótáink mindegyike megszerezte a jártasságot, így aztán tisztelettel jelenthetem országnak és világnak, hogy a Gripen minden képességét képes a Magyar Honvédség használni. Ez ugye egy nagyon fontos szempont, korábbi hírekből talán még a nézők is emlékeznek rá, hogy amikor a Magyar Honvédség repülőgép kapacitása volt téma, akkor sokszor felmerült még, hogy kevés a repült órák száma, hogy nem tudnak a pilóták eleget gyakorlatozni, illetve hogy sokszor ugye nincs is üzemanyag, hogy gyakorlatozhassanak. Csak itt, vagy csak külföldön van mód arra, hogy ezeket a gyakorlatokat lefolytassák, vagy itthon is folyamatosan tesztelik, illetve gyakorolják a repülőgépeket? Igen, két részből áll ez a dolog. A Gripen leasing szerződés alapján mi Svédországban egy külön erre a célra előkészített, és bátran mondhatom, hogy Európa egyik legkorszerűbb légterében hajtjuk végre ezeket a éles lövészeti feladatokat. Magyarországon nincs erre alkalmas terület, így aztán 3 évente éles lövészetet hajtunk végre, és ebben az évben a Gripen történetében először éles bombavetésre is sor került. Hány pilóta vett részt ezen a gyakorlaton? 12 fő pilóta, természetesen ehhez tartozó műszaki személyzettel. Miért fontosak ezek a gyakorlatok? Béke van, nem állunk fegyveres konfliktusban egyetlen egy környező országgal sem. Mi szükség van erre? Igen, mi azért kicsit másként látjuk, valóban béke van, és mi a békét is őrizzük. Szeretnénk, hogyha Magyarország légtere, Magyarország területe, a magyar emberek biztonságban élhetnének, ezért 24/7-ben, azaz a hét minden napján 24 órában készenléti szolgálatot kell, hogy fenntartsunk, hogy ez a légtér sértetlen is maradjon. Említett, hogy ezekre a speciális gyakorlatokra csak Svédországban van lehetőség, a szerződés keretein belül 3 évente. Itthon milyen gyakorlatokat tudnak elvégezni a pilóták? Itthon tulajdonképpen az összes felkészülési gyakorlatot, a rakéták és a bombavetés kivételével éles fegyverzetű gépágyú alkalmazására van itthon lehetőség, ezt tudja Magyarország területe a magyar légtér. Hogyha nemzetközi összehasonlításban kell vizsgálnunk akár ezt a 14 darabból álló vadászgép állományt, akár a pilótáink képességét, akkor hova rangsorolná? Hadd adjak egy jó példát erre, amikor június 7-én kitelepültünk Vidzelbe, Svédországba,
és bemutattuk a svéd félnek a programot, akkor ők nagyon grandiózusnak tartották, hogy több mint 60 bevetést fogunk végrehajtani 2 hét alatt, tekintettel arra, hogy elég közel van az északi sarkhoz, és hát ott az időjárás az nem pont olyan, mint itthon. Mi végrehajtottuk, ők azt mondták, hogy ők ezt olyan 4 hétbe tervezték volna. Egy nagyon aktív, nagyon jól felkészült, és egy nagyon összetartó csapatot ismerhettek meg a magyarokban. Mi a helyzet a pilóta utánpótlás képzéssel? Ettől az évtől, szeptembertől elkezdődően újra beindítjuk a légijármű vezető alapképzést, amely nyilván nem csak a merevszárnyú, hanem a forgószárnyú, a helikopter képességnek a pilótáit is hivatott képezni, és a továbbiakban a haladó, illetve az úgynevezett Top Gun képzést a továbbiakban is külföldön tervezünk végrehajtani. Altábor Nagy úr, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.